Szevasztok! Ma csütörtök 20-a van, ezért épp itt az ideje, hogy foglalkozzam végre a péntek 13 filmekkel. Önnek milyen érzés újra a tónál lenni? Nos, hogy őszinte legyek, Trüsi, mint helyi lakost, engem különös örömmel tölt el. Ez nyilvánvalóan újra beindítja a turizmust, és... és ha jobban megnézi, még állatokat is láthat, amire itt már rég nem volt példa, úgyhogy határozottan örülök. Véleményem szerint majdnem minden tudható már Jason Voorhees életéről és a kristálytó körüli mészárlásokról, talán most lesz a legnehezebb újat mondanom. Szinte lehetetlenség és talán felesleges is kiemelni egy filmet a 12 közül, hiszen mind rossz, még ha vannak is talán rosszabbak és még rosszabbak köztük. Ezek a gyilkolások és ez a karakter egy önmagába forduló végtelen spirálként értelmezhetőek csupán, a történet egymást követő evolúciós lépései alig épülnek ténylegesen egymásra, olyannyira minimális és primitív a cselekmény, hogy a 12 rész egymással csak nem csereszabatos. A hokimaszkos kedvcsináló életrajzát méltán azok is ismerik, akik egyik filmet sem látták, a hokimaszk, a macsete, a borzongató zene így vagy úgy a popkultúra részévé vált. Mégis, mielőtt rátérnék arra, ami talán e széleskörű ismertség ellenére is érdekes lehet a filmkedvelőknek, röviden összefoglalnám a tucatnyi, egy kaptafára kijelöltetett történetet. A kristálytó kempingben már 58-ban félbe szakítják a fiatalok paráználkodását, és azóta átopül a helyem. De mégis újabb szociopata fiatalokat küldenek a táborba, akikre egy zacskó műszempillát sem bíznék, nemhogy kisgyerekeket. Szerencsére már az odaúton elkezdődik az igen naturalista remészárlásuk, és még az olyan ismert sztárokat sem kímélik, mint Kevin Bacon vagy Jürgen, az NDK pornósztár. Végül kiderül, hogy a kisfia halála miatt meghömbörödött anyuka döfködte agyon a tiniket, és bár eddig megtermett férfiakkal is gond nélkül elbírt, most több perces közelharcot vív az utolsó csajjal, aki ízében elmetszé fejét a testétől, piros lett a nagy kard gazdája vérétől. Évekkel az ott történt gyilkosságok után újabb csapat érkezik a táborba. A történet szinte semmiben nem különbözik az előzőtől, a fiatalok sorban hullanak, közben néhányszor dugnak, vagy legalább megpróbálják, de ezúttal már tényleg az elefántfejű Jason húzza őket karóba, akit ha kibasznak az ajtón, visszajön az ablakon. A nem létező cselekmény közvetlenül az előző rész után veszi fel a fonalat, így háttértörténet sem kell, csak retardált karakterek, akiket minden átmenet nélkül mészárolhat le Jason válogatott eszközökkel. Színészi alakításokra itt már nyíltan nincs szükség, csupán el kell hullani borzalmas kínok között. Valamiért Jakabos Zsuzsi a főszereplő, de ő is legalább olyan egydimenziós, mint Demi Rózsi, Ray Krebs vagy a vidéki Wesley Snipes. Sorban ki is szenvednek, a zsigerelés dugós jelenetek szakítják meg, Jason végre a maga teljességében kibontakozik, de aztán megtuningolják a fej szerkezetét. Így végül tündér keresztanyának kell besegítenie a víz alól. Szimpatikus, hogy a film az ambíciózus utolsó fejezet címet kapta, tekintve, hogy eleddig 8 újabb részt követte. A történet itt is az előző rész után folytatja a semmit, Jason kórházba viszik, de feléled, a fiatalok meg meghalnak. Még George McFly is kap egy fokost az arcába. Éjszaka itt járt Darth Vader a Vulcán bolygóról, és azt mondta, ha nem hívom meg Lorraine-t, kiolvasztja az agyamat. Néhányan dugnak, a többiek csak akarnak, megint mások csak akarni akarnak, de végül aprólék lesz mindből, még a kisfiú Baba Jasonné nem maszkírozza magát, amivel 6 másodpercig megzavarja a jóképű Voorhees gyereket, és az megvágja magát borotválkozás közben. Az új kezdetben a traumától megzakkant császár előd érkezik a diliházba, ahol, mit ad Isten, újra az erdő és újra a tinik állnak a gyilkos cél keresztjében. Mert a gyilok hamar elkezdődik, előbb egymást aprítják a félhülyék, aztán őket a hokimaszkos, és mivel a párbeszédek és a színészi játék nem ér többet, mint egy ifaplatóni cukrozott takony, a végtelenül irritáló karakterek változatos legyilkolása során szinte elkezdünk a gyilkosnak szurkolni. Akiről végül kiderül, hogy távolról sem Jason, sokkal inkább a baromarcú mentős, de hogy akkor mi kölcsönzött neki emberfeletti erőt, ne firtassuk.
Jason Ale című hatodik részben azért csak kiássák az igazi Voorhees, nehogy már egészségügyi dolgozók helyettesítsék túlórában éhbérért, és még mindig a két résszel korábban agyon traumatizált fiú szorgoskodik az elpusztításán, de többet árt, mint használ, például ő maga kelti életre az elején. Aztán jönnek a megszokott panelek, tó, tábor, gyerekek, hitetlenkedő hatóság, és persze dugás, meg halál számlálatlanul. A történet bogyútább, mint valaha, de végül Jason-t lehorgonyozzák a tóba, hát ha nyugtól lesz egy darabig. A Friss vér az egyik személyes kedvencem, kevés rosszabb film létezik egyáltalán. Az elején rögtön láthatjuk, hogy az előző epizód végén akkurátusan megfulladt Jasonnek volt ideje átöltözni a víz alatt, a legfrissebb autószerelő divatnak megfelelően. Sokáig azonban nem lubickolhat a hullásmedencében, mert a gyerekkorában telekinetikus energiával az apját a tóba taszító kislány visszatér a tragédia helyszínére, és az Aberrel pszichoterapeutájával való konfliktus eredményeként felébreszti a tó tükre alatt relaxáló gyilkost. A gőzmozdonnyal érkező fiatalok betódulnak a csalámba éjjeli túrára, és Jason már lékeli is az első két koponyát, pusztakezes astanga masszázsal szórakoztatja a kempingezőket és segít kiporolni a hálózsákokat. A legalább tucatnyi szereplőnek annyira nem tudtak elfoglaltságot és személyiséget írni a szerzők, hogy jobbára egymást keresik egyfolytában. Dina, hol? Dan, mit csinálsz odakint? Senki se látta Nicket. Megérkezett már az unokatestvéred? David, ide kint vagy? Végül is itt van Nick, vagy nincs? Ben, visszajössz végre, vagy nem? David! David! Nem láttátok Nicket? Mi van, ha visszajön és nem talál itt? Tina! Ez is Shepard! Kérlek, válaszolj! Álljon meg, nézzen rám! Medi! Melissa, akárki! Hol van az anyám? Hol van Tina? Hol voltál? Hát Vencával miért? Tina néha telekinetizál, a doktor elmegy fagyongyöt szedni, meg hullát, Jason meg présel, szurkál, csapkod és haigál. Végül elugrik az Obi-ba motoros buzerátorért, de az zárlatos lesz, úgyhogy fejbe kúrják, megszögelik, begyújtják és rászakítják a tetőt, kerék alá teszik, onnan is kiveszik, de végül a csaj 10 éve meghalt apja bukkan elő a tóból egy lánccal, hogy magával vigye a víz alá. Logikus. A Borzalom New Yorkban azért jó cím, mert a sztori nem ott játszódik. Miután Jason-t defibrillálja egy csekély merülésű jacht, indul valami diákcsapat valamiért hajóval, de képtelen vagyok megjegyezni miért és hova, annyira jelentéktelen az egész. A karikatúra-szerű karakterekről semmi jó nem mondható el, talán csak az, hogy nem élnek sokáig. Jason leöli az utazóközönséget, így a túlélők csónakkal végül elérik New Yorkot, de ott 5 perc után már senki sincs életben, maga Jason is megmurdel a csatornában. A Jason pokorra jut a legrosszabb film mindközül, aki először nézi is legalább 3-mal többször látja, mint kellene. A ki tudja honnan előbújó Jason szívét egymás szájába hányják a szereplők, és aki még éppen nem üklődte vissza, az Jasonként trancsírozza, akit csak ér. Van valami zavaros sztori egy spiritista fekáról, meg a Voorhees családról, de annyira untam a középső 75 percet, hogy inkább szétválogattam 100 kiló lencsét, így nem tudom biztosan. A végén tuti előkerül 2 rendőr, valami szent tőr, Jason meg lentről, de aztán mellyen szúrják a dikicsel, úgyhogy lepantomimezik a talaj alá, ahonnan Freddy köszön be egy kacajjal. A Jason X maga a megvalósult időutazós sci-fi. A 93 perces játékidő 220 percnek tűnik, ráadásul mintha azt mind gyökérkezelésen tölteném. Érzéstelenítés nincs, tompítatlanul érezni a teljes igénytelenség és ízléstelenség szégyentelen áradását. Már akkor émelyegni kezdek, ha elkezdem elmesélni a sztorit, úgyhogy nem erőltetném a dolgot, maradjunk annyiban, hogy egy Jason XXX-el is jobban jártunk volna. A Freddy vs. Jason messze a legszórakoztatóbb darabok egyike, élvezett nézni, ahogy a célistás színészek beleadnak apait, anyait. Ahogy a korábbi részekben, a sztorit itt is szaros WC-papírra írták, de itt legalább elfogyott egy tekercs, mert ha gagyi is az alapötlet, legalább van. A két főgonoszt összeengedni igazi bűnös élvezet, még ha Jasonnek kicsit dominánsabb szerepet is adtam volna szívem szerint, de így is tökösen megállja a helyét Krügerrel szemben.
Az ez idáig utolsó Péntek 13 film annyira jelentéktelen és észrevétlen a filmes radarokon, hogy néha el is bizonytalanodom, hogy létezik-e, vagy valamelyik láncfűrészes riméket nézem esetleg. Kétségkívül modernizálódott a történet, ami majd 30 évvel az első film után nem nagy teljesítmény. Sok jót nem tudnék róla mondani, talán csak azt, hogy nem túl hosszú, a csajok pedig szépek, de tulajdonképpen kár volt azelőtt feléleszteni Jason-t, hogy valódi ötlettel meg tudták volna kínálni. Most, hogy láttuk, miért érdemes, vagy esetleg miért nem érdemes megnézni ezeket a filmeket, arról a furcsa, kettős pályaívről szeretnék beszélni, amelyet a 12 nekirugaszkodás alatt a Péntek 13 filmek grafikonként felrajzolnak. A történet színezés és a cselekménynek az erdő-tó gyerektábor háromszögéből való nehézkes kimozdítási szándéka, valamint a horror ezen zsánerének alapvető karakter meghatározó eleme az öldöklések vonatkozásában. Az egyszerű, de zsigerelős horrorhoz megfelelően erős alapsztori remekül működött az első részben, és kiválóan bomlott tovább a második és harmadik epizódban. Eleinte nem is láttuk a tettest, lassan Jason anyjától maga Quasimodo veszi át a belezőkést, és apránként épül a mitológia a félig ember, félig szörny, púpos kontúrja köré. A negyedik részre kissé elfáradt a történet, és kiürült a mondani való, talán ezért is döntöttek az utolsó fejezet cím mellett. Az ötödik epizód történetvezetési szempontból különálló kilométerkő, hiszen kilép a legendáriumból és nem Jason kezébe adja a fűkaszát. A hatodik fejezet ezért újra kipiszkálja a Voorhees fiút a kukacok közül, hogy aztán a kilencedik részig egyre süllyedő minőségben végül teljesen élvezhetetlenné és értelmezhetetlenné váljon, és kilőjék az űrbe. A Jason X annyira fáj, hogy menten elsírom magam, így térjünk is rá a Freddy vs. Jasonre, ami bár egy nagy kalapszar, mégis szórakoztató végignézni, ami viszont már a 2009-es rebootról sajnos nem mondható el, mert bár tisztességes iparos munka, végletekig unalmas. Kezdetben a 80-as évekre jellemző CGI-mentes frontális öldöklések igen jól tömködték be a forgatókönyvön tátongó lyukakat, sőt sokszor teljes forgatókönyv hiányában a bődületes űrt is. Meglepő módon sokáig tudták tartani a 18 karikás szintű trancsír képi nívóját, és bár néha önismétlő volt, sikerült változatos kimúlást okozni a félhülye karaktereknek. Később aztán elkezdtek trükközni a vágással, az operatőri munkával és a hangokkal, ezek terhére egyre inkább lecsipkedték a horror elemeket, egyre finomabbá, leplezettebbé, sejtetetté tették az öldöklést. A hatodik rész környékén induló lassú lejtő aztán a nyolcadik epizódnál szakadékba torzult, és teljesen kiherélte a sztori mellett immár a horror jelleget is, bár ezzel kapcsolatban kitérek majd egy érdekességre. A Jason X és az azt követő részek valamelyest próbáltak visszakapaszkodni az árok falán és kicsivel több véres jelenetet felvonultatni, ám igen lelketlen volt a dolog, így sem a gyenge elhatározás, sem a CGI nem tett jót a franchise-nak, a zsigerelés sosem lett már a régi. Némileg árnyalja a belezés egyre romló nívójáról alkotott képet a személyes kedvencem, a hetedik Friss vér című epizód méltatlan története, amely bizony Jasonhöz hasonlóan jobb sorsa lett volna érdemes. A végül napvilágot látott verzió tényleg jól illeszkedik az imént felvázolt ereszkedő görbébe, ami a gyilok brutalitását illeti, de valahogy diszonanciát okoz a minden résznél frontálisabb szörny megjelenítés miatt. Nos, ennek az az oka, hogy bizony kényszerű utómunkával az öldökléseket finomabbá, fogyasztóbarátabbá tették, és a rettegő tinédzserek helyett ezeket hámozták meg vagy zsigerelték ki, vagy a brutális jelenetek egyszerű lerövidítésével, vértelenítésével vagy teljes újraforgatással. Szerencsére kiszivárogtak az eredeti felvételek jóval bátrabb képei, és bár gyenge minőségben, de összehasonlíthatóak így a végeredménnyel. Nem vitatható, hogy bár a Péntek 13 filmek mindenképpen ökledelmesen rossz filmek,
de lényegük a tulogdurva véres leszámolások nélkül még unalmasak, élvezhetetlenek is. A hetedik rész esetén értékelendő a szándék, hogy megpróbált felfelé megindulni a durvulás útján, a gyengécske hatodik rész után, és ki tudja, milyen irányba vitte volna a görbét, ha hagyják finomítás nélkül eljutni a közönséghez. Talán elkerülhettük volna a nyolcadik résszel kezdődő meredek zuhanást, és a horror és Jason rajongók a Péntek 13 franchise hírnevéhez, történelméhez méltó folytatásokat kaphattak volna. Minden szarsága ellenére a Péntek 13 franchise megér nekem egy 10-ből 8-as osztályzatot, persze szigorúan a trash filmek között, mivel a horror legendáriumban egyedi arculatot teremtett meg, és... Mi a fasz? Ne! Jason, ne kérlek! Visszavonok mindent, kurva jók a filmek! Ne! Ne bánts, kérlek! Ne! Bakker!